Szeretném bemutatkozni, Varga Júlia vagyok, a Magyarországi Golden Eye képviseletnek az oktatója, illetve sminktetoválója. Már kb. 25 éve a szépségipar területén dolgozom, mint kozmetikus, és 15 éve dolgozom, mint sminktetováló. Annak idején én is a Golden Eye Magyarországi képviseletnél tanultam meg sminktetoválni, és azóta pedig a haladó képzéseiken, ez szerint a tematika szerint képeztem tovább magam, hogy haladó technikákat, orvosi tetoválásokat is tudjak végezni, mert nagyon elkötelezett híve vagyok ennek a területnek. Én mindenképpen a természetes hatású, finom sminktetoválásokat szeretem, és ezt szeretném meghonosítani Magyarországon, illetve ezt a vonalat képviselem az oktatások, illetve a sminktetoválási terén is. 2013 óta dolgozom én is itt a cégnél, és azóta folytatok oktatásokat a Golden Eye-os tematika szerint. Szeretnék egy pár szót mondani a Golden Eye-os képzésünkről, ami egy nagyon-nagyon jól összeállított, 4 napos blokkokban összerakott tanfolyami lehetőség, alaptanfolyam és haladó tanfolyam is létezik nálunk ebben a szellemben. A tanfolyamok mindig egyéniek, ami azt jelenti, hogy egy oktató foglalkozik egy tanulóval, tehát abszolút minden kérdéssel válaszolni tudunk, és mindenféle lehetősége megvan a hallgatóknak arra, hogy tökéletesíthessék a tudásukat, illetve hogy megtanuljanak jól sminktetoválni. Az alaptanfolyami képzés 2x4 napból áll. Az első 4 napon természetesen ugye az elméleti oktatást végezzük a sminktetoválás terén, illetve a színelméleti képzést, ami egy nagyon fontos része a sminktetoválás területének. A második 2 nap pedig segédanyagos gyakorlat keretében baba fején tudják kivitelezni a szemöldök, szemhéj, illetve a száj technikákat, amit megtanultak az elméleti képzésen. A második 4 napon gyakorlatban élő modellen végzik a tanulók a tetoválásokat, tehát abszolút felkészülten tudják majd elkezdeni ezt a szakmát, hiszen nagy gyakorlati tapasztalatra tudnak szert tenni 8 ember megtetoválása során. A haladóképzés az szintén ugyanilyen 2x4-es blokkban történik. Az első 4 napon a tanulók választása szerint paramedikált tetoválásokat, kreatív technikákat, mint például a 3D szemöldök, a szájfény technika, férfi kreatív technikák, anti-ész technikák, melbimbó tetoválás, illetve füstösszem technika, ezeket is el tudják sajátítani. Szintén segédanyagon gyakoroljuk be a különböző technikákat, mielőtt az élő modelles gyakorlatra sor kerül, és a második blokkban, újabb 4 nap alatt pedig szintén legalább 8 modellen tudják ezt élőben is kivitelezni.